Köszöntelek benneteket. Hát mint egy olyan nap után megszólalni, ami nekem nem volt meglepő, megmondom őszintén, azért, mert én ezt vártam. És ezt azért tudom elmondani így, mert amikor engem fölhívtál, és átküldtél egy üzenetet, vagy pár percet, hogy beszéltünk, azért az intuitívan gondolkodó embernek nem kell sokat gondolkodni, az általában leveszi a legfontosabbakat. Tudjátok, és ezért volt az érdekes nekem, mert megerősítést kaptam egy csomó dologban, hogy igenis egyre nagyobb körbe kell ezt megtenni, hogy hallják, ismerjék, és ami a legfontosabb, tudod, hogy gyakorolják. És utána akkor is azt is adtam a címnek a mai előadásnak, amit én hirdettem, hogy a tudatalatti és a Matrix. És ugye a Matrixon nagyon-nagyon sok szó esik, és te is bemutattad nagyon nagy örömömre a Matrix több részletét, és csak azt kell mondjam, hogy mérhetetlen nagy a tudatlanság, és mérhetetlen nagy a félelem is ettől. Pedig a Matrixon nem félni kell, oké, hogy nem az ember rakta össze, de a belső Matrixunkat, amit mi alakítottunk, azt mi rakjuk össze. És ebben nagyon-nagyon jó mutatásokat láttam, és azok a szerkesztések, amiket mutattak, milyen projekcióba áll, az hülyen kifejezi a Matrixot a teljes mértékig. És én nagyon örülök ennek, hogy ez a mai nap összejött. Biztos voltam benne, hogy nem lesz rövid, azt is, abban is biztos voltam, hogy kell majd folytatni, viszont ennek le kell ülepedni. De hogy minket nem a véletlen hoz össze, abban 100%-on tutira érzem, mert a véletlenekben én csak úgy tudok gondolkodni, hogy a véletlen az a jóisten járt pajkossága, ami azért van, hogy vedd észre, hogy van dolgotok. Tehát ez a véletlen. Van dolgotok. Életemben nem találkoztam vele, nem láttalak sehol. Pár perc beszélgetés, de mondom, a ráhangolódás az elég. Nagyon sok embert már hallgattam, nagyon sok emberrel beszéltem, nem pár percet, hanem akár fél óra, órát is, és az volt az érzésem, hogy most nem akarok beszélgetni már. Tehát nem volt ez az előérzésem. És amiért én ezt biztosan tudom, hogy a véletleneknek van egy szándéka, hogy te azokat a dolgokat bontottad ki, ami pontosan a mai ember legnagyobb dilemmája és a legnagyobb méteje, a legnagyobb mérge. És nyugodtan mondhatjátok, hogy mérge, és ezt ma az emberek saját maguk projektálják ki és vetítik. Saját maguk generálják, saját maguk újabb és újabb mércét emelnek, hogy még nagyobb félelemdózist. És ugye, amit szoktam is mondani, hogy az emberbe beleoltottak egy borzasztó érzést, nem baj, majd túl leszünk valahogy, majd túléljük ezt is. Na most a Matrixot, te biztos, hogy nem éled túl, mert az addig tart, ameddig élsz. A Matrixból ki lehet kerülni, és akkor mondom, hogy ez csak a sajátunk. Van ennek egy nagyobb változata, és csak hosszabban most nem mennék bele. És nagyon örülök, hogy ezt az előadást, sorozatodat most hallgatom, itt több rész is van. És nagyon örülök kifejezetten, hogy az életvilágát ilyen szinten kivontottad, mert rendkívül sokan támadják. El sem tud képzelni, milyen sokan. És olyan emberek, akiknek nem lenne szabad, mert olyan, ők úgy hívják magukat, hogy én nem szeretem ezt a szót már spirituális, mert ez már annyira be van égetve, hogy most már mindenki az, aki azt hiszi, hogy nem az is. De nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert az életvilága az egy olyan kozmikus és univerzális szimbólum, aminek az egész létezését, a teremtését, a teljes valóságot meg lehet ismerni. És ilyen szélesen kibontott, ezt köszönöm neked. És nem tudom, hogy mi vezetett, hogy pont az életvilága legyen, de ez nálam ez olyan volt most, hogy te pontosan tudtad, hogy ezt ide el kell hozni. És ezen a helyen már nem egy volt, aki már beszélt az életvilágáról, de ilyen szinten nem. És ez nagyon jó. És remélem, hogy a videó úgy dönt ezt, hogy mehet, akkor ez fönn kell legyen, és én nagyon sugok neked, hogy ennek a résznek az legyen az életvilága címe, meg ami ott volt neked élőben. A lélek kapcsolata, mert semmi nem mutatja jobban, mint azt az összekapcsolódást. Hisz ha nem lenne az életvilága, nem lenne a lélek, akkor igazából te se lennél. Minek? Ugyan, akkor lehetne egy nyomorú 80 évben lenni, és ahogy én meg bemutattad,
Akkor 80 év is bőven sok. Hát ezt mi teremtjük meg? És nagyon köszönöm neked, hogy erre ennyire kitértél, és én csak azt javaslom neked mi továbbiabban, hogy erre sokkal-sokkal többet beszélj, mert az életvilágát sokan látják, ha elmegy valaki ábidozva, akkor meg sem mutatják, amikor lemegyünk, és én nem egyszer befotózom, meg sem mutatják, és nem is tudják, hogy milyen fontos lenne ott megállni. Mert ha hiszitek, ha nem, minden közvetítés, minden ad és vesz. Tehát te kapcsolatba tudsz vele venni, és ha te megnyitod a saját belső világodat, és itt az intuitív embernek óriási lehetőség, akkor az életvilága elmagyarázza a te lényedet, a te magodat. Magadat. Hogy látod te ezt? Azon hát kívül, nagyon elmondtam. Tökéletesen elmondtam. És örülök, hogy itt vagy, és hogy ezt így megosztottad, pedig nem beszéltük meg. Nem, még nagyon. Nem. Én azért vagyok hálás, mert ez ilyen nyitott, talán nyitott ajtó, nyitott ablak így a lélek számára, valami ilyesmit hallottam. Most valahogy ez tért le, és ugye bizonyos értelemben ezek a folyamatok, ahogy úgymond omlik össze az idő bizonyos értelemben, ahogy lépünk ki ezekből a programokból az érzékelés szintjén, hogy ezt látom, hogy hát szűkös ez az ajtó, tehát bizonyos szempontból. Tehát, én a saját elhivatottságom mellett ebben élek, tehát igazából hát azt kell, hogy persze megcsinálok ezt-azt, de akkor is a lelkem valahogy ezen dolgozik, hogy lehet ezt még finomabbá tenni és még átadhatóbbá. De ami a legfontosabb gyakorlati értelemben, hogy hogyan válik ez tapasztalásra, mert ez, amit én elmondtam, a tapasztalásból született. Tehát én nem egy prezentációt, egy elméletet gyártottam, mert tapasztalások alapján modelleztem le, amit mutattam nektek, és ez egy nagyon fontos dolog is. Tehát én csak jó értelem, nem szoktam úgy imádkozni, de mégis kérésként fordulok így az univerzum, az már minden lélekhez, de ezt akár is veszük, hogy fölösleges, idétlen időkig, hogyha valaki látta ezt a filmet, hogy futni a köröket, mikor az egész csak az, amit most nem ismétlek itt újra, úgyhogy én is hiszem, hogy ez egyfajta vezettetés most, Miklós. Tehát nem gondolkodtam, nem kérdőjeleztem meg, hogy jöjjek el, hanem valahogy ez így kinyílt. Ez egy nagyon fontos része. És hát ez egyfajta... Kértem és megadatott. Tehát azért Katinka tudja, hogy visszajöttünk Perúból, és nagyon fontos volt, hogy én szerettem volna ezt egy új szintre emelni. A második korszak a 7 év, utána a második korszakban vagyunk, és ez igenis ez a nyilvánosságra hozata, hogy közkincsétel időszaka. Valószínűleg nekem is meg kell térni, és elsősorban amiatt, mert mindig valahogy rájöttem, hogy nincs kész. Ha nincs kész, persze most is mondhatom, hogy ez folyamatosan tágul, mert mindig minden ember tapasztalatával, amit együtt élek meg ebben a folyamatban, tulajdonképpen tényleg az, mint egy tágul. Tehát még valami jön, még valami, ami így a tudatosságot így kitágítja, úgyhogy mi tudjuk, hogy ez nem volt szervezve. Tehát semmi, az egymásra semmi. Való beszélgetés, ez két hete, három hete indult el, egy Facebook bejelölésben visszakérdeztem, ismerjük meg egymást, és 10 perc múlva eljutottam oda, hogy jöjjek el. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy ilyen könnyű legyen, amikor ez a flow van. Tehát ez is mutatja, hogy kicsit úgy mondom, hogy mintha ilyen zöld lámpa lenne mellette, most az az érzetem, hogy morfogenetikusan, hogy ki hogy nézi ezt a mezőt. És hát csak ezt tudom megerősíteni, úgyhogy csak ismételném magamat. Hát még egyszer mondom, nekem nagy áldásod Katinkával, hogy ezt egy ilyen bizonyos értelemben közös energiába veletek, de mégis így vele együtt így először elkezdhettük megélni. Én is van, aki évek óta nem tud ide bejutni, nem azért, mert ez olyan különleges, de mégis azt kell mondjam, hogy különleges. Nem véletlen adtam ennek azt a nevet, ennek a helynek, hogy szellemi műhely. Hát, oda ki van jó, hogy szerencsénkül szellemi műhely, és nem az volt a spirituális csoport, nem. Azért, mert a szellem, a lélek, az valahol meg kell határozza azt, hogy te hova haladsz, és mit közvetítesz. És ugye, akik engem ismernek, azok tudják, hogy én azt látom, és több szempontból is látom, hogy a következő egy-két év brutális változás lesz, és nagy örömhír azoknak az embereknek, akik ezt az utat választják, hogy megnyitják neki ezt az utat.
Tehát ez, ami bele van zárva, most az emberiség le van zárva, ez egy óriási lehetőséget fog kapni, hogy segítenek megnyitni. Tehát ugye a Matrix-szal, mint a képességek visszaadásával. De soha nem lehet, és ezt nagyon jól mondtad, hogy igenis, ezt menni kell, tenni kell, élni kell. Tehát nem az, hogy végülök egy kurzust, végül elolvasok egy könyvet, meghallgatok egy videót, és utána megyek és keresem a zsemlémet. Mert ebből állt az élet, emberek élete. És én hiszem és tudom, és fontos, hogy tudom, hogy amikor azt mondod, hogy kész vagy, akkor az az a pillanat, amíg te öntként távozhatsz erről a helyről. Nem pedig kivonnak, nem pedig elpusztítanak, hanem önként távozol. És miután pontosan tudom, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon komoly univerzum mester van len ebben a pillanatban, itt a Földön. Nagyon sok. Soha nem volt még ennyi. Soha. Azért, mert még soha nem volt ekkora bajba ez a csoport. És ezek pontosan tudják, hogy mi fog jönni, és én nagyon örömmel hallom, amikor ezekről beszélünk. Nem a politikáról, nem a vallásokról, mert ezek mind-mind kényszerpályán bele sodródtak abba, ami neki még mint végrehajtó kéz meg kell csinálni. De ezeket, ha valaki követ és figyeli, soha nem fog találkozni a saját életfeladatával. És itt mit tudod, te hallottad a videóimat, nekem mindig az egy fontos rész, hogy egy, tudjad, hogy honnan jöttél, ki vagy, és mi az életfeladatod. Márpedig, hogy nem az, hogy 80 évig rabszolgaként meg félelembe élő entitás legyen, az biztos. És ezek a kivetítések, amiket összehoztál, hogy mit okoz, és milyen félelmeket generálnak, ezek pontosan azt mutatják be, hogy mit szeretnének csinálni azzal a csoda lénnyel, az a csoda teremtmény, amit úgy hívunk, hogy humán. Nem örülök, hogy ezt így mutattad be. Mit értesz az, hogy humán? Kicsit felskéhúval. Mert ez egy óriási lehetőség. Nem azért, mert ő a legjobb, hanem így elmondom. Hát én másképp nevezem. Mindegy. Hogy az én megközelítésemben, hogy ezt forráslénynek hívom. Tehát a bennünk lévő figyelem forrása, mint a belső nap. És hát éppen ugye David Icke könyvét tanulmányozva, ugye az embernek lenni, az ugye egy programnak lenni ilyen szempontból, tehát én külön szedném ezeket a szavakat, ugye, hogy kinek mit jelent, tehát hogy érzetben ugye más jelent a forráslény, és más az az ember, aki benfut a program, és azonosul vele, és mindazt megcsinálja magával. Öntudatlanul, de szerintem kötelező tananyagként, fentről vagy lélektanulás szempontjából, amit ma így meg is átbeszéltünk, hogy elmondtam. Úgyhogy nekem valahol ez a címkézés, amit így hívunk. Mit érzel úgy, hogy most emberként vagy? Én a méltóság teljességnek az övecserélnek ezt. Tehát, hogyha az ember a helyén van és azt csinálja, ami belőle jön, tulajdonképpen, hogy most valamivé válunk, nekem az érzet van, hogy a méltóság, ezt magyarul ez nagyon szép szó. Tehát a méltóság teljesség az egy nagyon jó szó. Tehát, hogy amikor az ember eléri azt, hogy méltóság teljesen létezik és éri a kapcsolatait, akkor az a szó nekem közelebb van ahhoz, hogy ki is vagyok valójában, mint érzésben. Méltóság. Tehát ezek valahogy ez jön most, úgyhogy... De már annyi módon definiáltuk ezt, úgyhogy... Csak idehoznám vissza, most vissza nem elvenném a szót, de hogy ez most meglettél a kérdésre, de hogy tovább is ez, hogy a figyelem forrása és a teremtő lény, ami hát nevezzük a szeretetnek a csodák tanítása, így mondja, hogy a szeretet szeretetet vonz. Tehát, hogy olyan vagyok, amilyennek Isten megteremtett, hogy ugye ez az Isten a szeretet, ugye más szobámban is, úgyhogy én szeretetből vagyok. Tehát ezek nagyon fontos algoritmusok szerintem a nyelvezetünkben, hogy amikor kimondjuk figyelmet adunk, hogy milyen ez energiát milyen szerkezetűvé formáljuk, és ez hogy nyilvánul az életünkben. Akkor ez mind inkább egyfajta képesség nekem, tehát ő fura most erről így egy nap után még külön beszélünk. De nem baj.
Az jó, mert én most például veszőparipám, illetve tudom, hogy meg kell tenni, tehát nem gondolkodok az, hogy van-e más megoldás. És itt van az igazi nagy kihívás most, például itt a Kárpát-medencében mi élünk. Meg kell tenni azt a elképesztő tettet, azt a területet egységes határok nélküli területé kell nyilvánítani. Mert én bejártam az egészet, pontosan tudom, hogy a terület lakói nem múlik, hanem a végrehajtó hatalmakon, illetve azok fölött múlik. És most jön el az a pillanat, amikor ennek a területnek van lakója. Tudjon is róla, ne állampolgára, hanem nem egy azonosító számúra, hanem aki tudjon gondolkodni, mert ezt a területet határok nélkül, ha egységesére teszik, és ez valóban az elfogadás lesz, valóban a szeretet lesz, akkor egyértelmű, hogy be tudja mutatni azt, amit a forrás ad neki. A teljességet, ami van szeretet, van tudás, van fejlődés, nincs félelem, nincsen gyanakvás, nincsen hátsó szándék, hanem csak egyetlen egy vezérel, minél több tapasztalatot az idő alatt, amíg itt vagyok, megszerezni, de ezt a tapasztalatot, mint ahogy te is 10 év után tovább összegyűjtöd és megosztod, ezt a tapasztalatot, tudást, ismeretet tovább kell adni. És amikor ezt oda tudjuk adni, és ezt az egész területre ki tudjuk vetíteni, akkor azt kell mondjam, hogy ez az egész bolygó egy olyan pillanatot fog átélni, amit szerintem örülhetsz, hogy most élsz. Örülj, hogy most élsz, mert katarzikus lesz. És igazából ekkor válik az ember azzá, hogy mit tud teremteni. És ne politikustól, ne vallástól vár, nekik most csak hitelesíteni kell, hanem önmaguktól, az ember tömegtől kell azt, hogy válj emberré, olyan emberré, amilyen teremtettetté. Mert jelenleg ez nem működik. Hát én azt tenném hozzá, akkor emberség szólt ide, mert az hát egy olyan következő lépcső, hogyha megkérdezed tőlem, ugye a szeretetteljes együtt létezés figyelmes képességével élő jelenlét. Az egy elég összetett szó, de hogy ennek a kifejezésre összetett, amennyire finom, és hogy ennek az érzékelése és a megélése, az pontosan ezt a finomodást kéri így lelkileg. Úgyhogy maradjunk így az emberség szónál kérdésedre. Számomra ezt jelenti, és ugye nagyobb elmondtam a mai videóban. Az emberiség felsőfokon azt jelenti, hogy az élet minden területére ki tudja áramoltatni azt, amiért született. Hát nem azért, amit ma csinál. Vagy amit csináltak ma vele. De nincs lefutott meccs. És ennek a meccsnek két szereplője van. Aki egy elrendeli, és egy, akivel elrendelteti. Na most jön az, amit úgy hívsz, hogy tömeg. És a tömegen van most a lényeg. Találjon maga az emberi csoda, mert én csodának, ami ennyi mindent kibír, amit itt az évek alatt látom. Mérgezés, hűítés, elzárás, félrendbetartás. Ettől vagyunk csodák. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy amikor föl lesznek a videók, akkor megérti mindenki, hogy miért köszönöm. Szerintem biztos lesz jönne. És köszönöm nektek is, hogy ilyen figyelemmel hallgatátok, bár én rólatok nem lepődtem meg. Figyelme hallgatok ilyet, mert ez nem az olyan, hogy nem tudják fogadni. Itt azon lepődtem meg, hogy ilyen hamar elment az idő. De az nem baj, mert idő nincs, ha pedig nincs idő, akkor viszont folytatjuk, amikor. Én úgy adom. Jó? Köszönöm nektek! Köszönöm!